Napi 4-5 ezer látogató is megfordult a tavalyi főhím. A legtöbben Majka koncertjére voltak kíváncsiak, így nem csoda, hogy a népszerű rapper idén is fellép. A fesztivált immár 19. alkalommal rendezik meg jövő hét szerdától, 4 napon keresztül a Nyíregyházi Egyetem kampuszán. A zenei események 3 helyszínen, 2 nagy színpadon és 1 karaoke sátorban zajlanak majd. Emellett a sportpályák is több programnak biztosítanak helyet, köztük újaknak is. Lesznek újdonságok is, és természetesen megtartottuk azokat, amik már eddig is jól működtek. Idén is lesz külföldi fellépünk, most ebben az évben Görögországból érkezik hozzánk a The Prince Karma, és a sportkínálatunkban bővültünk. Maradt a főhe futball és röplabda bajnokság, viszont most a Decathlon támogatásából egy mobil squash pályát kipróbálhatnak a fesztiválozók, valamint a Nyíregyházi Labor Gym támogatásával, illetve hát szervezési egy cross challenge-re kerül sor. Utóbbi keretében egyszerűnek tűnő feladatokat kell majd megoldani, de nehezített körülmények között. A zenei kínálatban ismét sok stílus képviselteti magát, a koncertek kora estétől egészen hajnalig tartanak majd. A felsőoktatási intézmény legnagyobb rendezvénye, a várakozások szerint idén is több ezer egyetemi hallgatót, városlakót és máshonnan érkező vendéget vonz majd.